Isti! A videót a notebook.hu támogatta. Link lent! Sziasztok! Folytatjuk az előző részt. Az I-betűre kattintva meg tudjátok nézni, mi történt eddig. Jó szórakozást! Ambleside kapaszkodó a következő utcai versenyünk. Szépen nyomjuk tovább. Nyomjuk meg, srácok! A VR6-nak kell a becsület. Gyere! Nagyon jó húz a kocsi még mindig. Gondolkoztam úgy, hogy nem kellett volna egyébként felpatintani ilyen erősre az autót, és akkor maradhatott volna első kerekes, de... Who the fuck wants to do that? Jaj. Bocs már, de nagy ez az autó előttem. Ilyen, erről van szó, így kell bemenni elé. Jó, jó vagyunk, még csak 20%-ig nagyon az elején vagyunk, úgyhogy... Jók vagyunk, azt gondolom, tök jól megyünk. Kellőképpen szűken is vesszük. Iszonyatosan jó hangjának a kocsinak, srácok. Gyerünk most egy jobb kigyorsítás, így van! Lecsúszunk az ívről, nem? Kicsit visszünk be... Na, nem kellett volna visszaváltani. Jó. Jó, egyre nagyon jól megyünk, srácok, tartani kéne a második helyet, vagy akár az elsőre rámenni értelmszerűen. Óvatosan akarom nyomni, nem akarok. Ó, de jó, jó kis izé. Szerpentin jön. Hát, rosszabb ívről, és beraktuk lassan, de beraktuk. Istenem, milyen jó hangjának a kocsinak, csak nem bírok betelni vele egyszerűen, ahogy így remeg a ravasz az ujjam alatt. Na, ez most csúnya volt, na ez most nagyon csúnya volt, ez most nagyon lassú volt. Lecsúszunk, itt ez nagyon rossz lesz, igen. Ez nagyon rossz jött ki az ív kombó, nem probléma, 75%, még egy kis szerpentines rész. Nagyon jók ezek a szerpentinek. Ezeket nagyon élveztem egyébként a... Az előző részben is nagyon jó volt. Volt egy ilyen ott a nyugaton, a legnyugatibb részén gyakorlatilag a térképnek, az van egy tök jó rész, egy tök jó szerpentines rész, volt is abból azt hiszem epizódot, és nagyon szétéltem. Azt mindenképpen nézzétek meg, ha nem játszatok volna arra esetleg a háromba. Hogyha a háromban játszatok még esetleg. Na, srácok, ezt hoztuk! Nem is volt, jaj! Egy pillanatra, hál' Istenek, egy pillanatra így félrenéztem, és így elfelejtettem, hogy kanyarodni kéne. Srácok, ott van. Hoztuk, mint az állat, úgy hoztuk. Jó ez a kocsi, srácok, jó ez. Remélem, hogy nem számít nagy ilyen becsületsértésnek, azt hiszem, hogy most a hajtást megváltoztattuk. De hát, például az újak, úgy tudom, van új golf a játékban, az például összkerék meghajtású, amúgy. Úgyhogy lehet, hogy azt is ki kéne majd próbálni. De most egyre ezt nagyon szeretem, és nem sokára kinyílik, srácok, a Skyline. Ami nagyon király, elvileg az az autó, az ilyen upgrade hero-nak számít, tehát ilyen nagyon jól upgrade-elhető kocsi, mindenféle body kit-tel, stb. És közben a trükkpontot szereztünk, már van 13 darab pont, amit el tudunk költeni. Úgyhogy az mindenképpen jó. Csodálkozom, hogy csak ennyi dolog van egyébként itt. Jó, hogy ez autókhoz van külön rendelve. Volkswagen Golf, jól látom. Igen, ezek autókhoz vannak rendelve. Ez úgy érdekes. 25-be kerül, autót kacagva néz szembe a veszéllyel. Minden trükksorozat megtöréséhez két ütközés kell. Ú, az mondjuk nem semmi. Az mondjuk driftelés közben nekem jól jönne. De nem erre akarom, nem feltétlenül erre az autóra akarom ezeket ellőni, érted, miről beszélek? Tehát, hogy... Na, a víztározó futamnál vagyunk, és hát... Nyilván ezt is el akarjuk azért hozni, egyértelműen. Jó a rajt. Az összkerekesen mindig jó a rajt, ezek között elmegyünk. Azt nem mondom, hogy probléma nélkül, de elmentünk, igen. Bemegyünk a mezőnybe. Nem volt annyira veszélyes kanyar, mint én azt gondoltam. És már is 5. hely. Az elsők nagyon elrajtoltak, te jó Isten, hogy elrajtoltak. Ez nagyon kelt ide ez a Fiat! Ez nagyon kelt ide ez az Abarth szembe. Jó, ez egy jó kanyar volt, srácok. Ez sem volt rossz. Trükkök, hát mi volt ebbe a trükk, srácok? Új utalom, pörgetés.
Fú, srácok, jó gyors az eleje a mezőnynek. Kis kézifék. Nagyon lassúra sikeredett, nagyon lassúra sikeredett, gyerünk! Még csak 34%, az előbb már tiltott. Aj, utána amikor túltolom a motort, és így tiltásig megyek, az nagyon nem jó. Az totálisan fölösleges lassulás. Ugye most jön ki azt, hogy a top speedünk az nem a legjobb. Hetedik sebesség nincs is. Ez a kanyar. Jézusom! Ez az, itt vagyunk már rajtuk, srácok, 53%. Másfél percnél tartunk az időben. És még csak a felénél vagyunk. Mindig rövidebbnek érzékelem ezeket a versenyeket, mint amennyire. Meg azért vagyok türelmetlen ezekben a versenyekben mindig. Jó, figyeljük a nyomvonalat. Az emelkedő, ez nem a legjobb. Viszont közelítünk, srácok, 70%. Kezdünk kifutni az időből. Most kanyarok jönnek, az nekünk tök jó. Na, a gyorsulásunk az jó, 4-es. Hármas. Négy. Ferrari. Belső ívről esetleg? Megvan belső ívről, már csak a izé maradt a végén. Kell a hármas, nem kellett volna. 86%. Az belső ívben megverhetjük itt. Az lehet, hogy egy checkpoint mist. Á, a hó! Nem volt checkpoint mist, srácok, beszarok. Gyorsulásunk jobb! Jó a gyorsulásunk, srácok! Meg kell verni, fékezet! Gyere, Mónika! Ott van! Megvan! Hú, srácok, is mutatja! Mennyivel, te jó Isten! Srácok, ugyanannyi az időnk! Ugyanannyi az időnk, és megvan! 2.38.742. Hú, ugyanaz az idő, srácok! Akkor egyszerre értünk be! Uramisten! Az a rohadt hó a szélén, az nagyon megfogta az autót. Mekkora verseny! Mekkora verseny, te jóisten! Merci volt a végén. Hátulról föl se ismertem, hogy ez egy merci. Az még nem jelent semmit. 20.000 kredit, ott is van, baby. Nissan GT-R 2002 feloldva, így van. Ritka, azt mondja. Ez így tuningolatlanul ilyen. És ugye ne felejtsétek el, hogy nincs rajta téli gumi sem. Úgyhogy erre most megyünk, és pakolunk föl téli gumit. És nem csak téli gumit, hanem úgy unblock tuningolunk rajta. Kettes megyünk 112-vel, srácok, ezt így megemésztitek? 112-vel megyünk kettesben. Azért ez nyilván egy hosszabb autó, mint a Golf. Érződik is rajta, hogy azért máshogy kezeltünk, meg ugye ez alapból összkerekes az a kocsi. Jófajta lesz, jófajta. Nem azt mondom, most a Golfot teljesen félretettük, de azért, srácok, így az éjszakai autókázáshoz értelmszerűen el az autó fog most dukálni. Megpróbálok azért nem elszállni majd a tuningnál annyira, mint az előző esetben. Mondjuk ezt szerintem lehet, mert mivel gyárilag tényleg összkerekes, ezt azt hiszem, hogy teljesen lehet majd pattintgatni. A szín az marad, szigorúan. Na nézzük, mit lehet kezdeni ezzel az autóval, srácok. Garázs, fejlesztés és tuning. Igen, egyedi fejlesztés. Oké, na. Akkor motorilag túl gyors még mindig, ezt még nem szoktam meg, hogy ilyen gyors a menü. Ami nagyon jó. Motorilag nyilván berakunk mindent, ami sport. Tényleg mindent, ami sport. Ez nagyon jó kocsi lesz, te jó Isten. Már most 7-7 a sebességünk is, srácok, nagyon all around. Nézzétek meg ezt az értékeket. Az irányítás az 6-1, az majd az abroncsokkal szerintem fog javulni. Persze, menjen bele az Iker Turbo, Biturbo, menjen bele szépen. Sebesség is tök jó lesz, srácok. Szóval ez a kocsi, ez hiába összkerekes, egyszerűen ez teljesen jó lesz. Aha. Na, hogy legyen? Feloldja rugó, csillapítás, igazítás, tuningot. Ja, értem. Lerakjuk szépen. Így van. Súly könnyíteni mindenképpen kéne az autón. A bukócsövezést nem fogok belerakni. Nem is, igazából 8-21 lesz tőle, nem 8-22, szóval nem is nagyon kell, meg drágább is, hogy teljesen fölösleges beletenni. Egy ilyen full könnyítést azért mindenképpen, akkor irányítást azt jól lenne följebb húzni még jobban. Drivetrain, így van.
Az induláson fog rosszabbodni ez a dolog. Nem rakom bele ezt, hogy fölösleges igazából. Igen. S1855-nél tartunk, srácok. Atya úristen, ez a gép, ez brutál lesz. És itt ugye, hát ugye, itt nyilván a téli gumit kell fölrakni, de attól is jobb lesz. 7-es az irányítás. Az abroncsukon csak szélesítünk, egyértelműen. Így is van. Felni, az maradhat a gyári. Ez mi? Első nyomtáv szélesítő. Srácok, szétadom. Hát ki lehet küldeni a kereket? Azt a rohadt. Na ez új dolog, srácok, nekem. Azt a de király. Kicsapom a szélére, nem érdekel. Hát egyértelmű. Nyomtáv szélesítő. Na miket lehet rárakni, srác? Ó, nagyon, ó! Nagyon nice. Top secret Nismo. Azért sok különbség nincsen. Picit egyébként most, hogy megnézem, olyan, mint az E36. Az E36-nak a lökhárítója, egy nagyon picikét, főleg ez. Megmondom, jó. Na, ezeket nem szeretem, amikor eltűnik a logó. Az, tudom, nem sokat számít, de ez jó. Ez nagyon jól néz ki, ez a lökhárító. Aj, de király, hogy lehet rakni nem mindenfélét. Na, a spoilerek. Briannek valami ilyesmi volt rajta, azt én tudom, sőt, ilyen nem. Hát a sebességből elvesz, viszont sokat hozzátesz az irányíthatósághoz. Nyilván leszorító erőt lehet vele variálni majd, amit nem nagyon szoktam, de azért majd lehet. Fullos, akkor még lehetne mondjuk motorcserét berakni, hát azt azért nem akarok. Jó, én azt mondom, hogy 71 ezerbe kerül feltuningolni, nem érdekel, tehát hogy nem érdekel. Így van, hogy kétszer kell az... Úristen, 71 ezer feltuningolni, most isik le! Jó, hát mondjuk tegyük azt, ugye ingyen volt az autó. Ingyen volt a kocsi, hát most megint buktunk jó sok pénzt. Nem baj, úristen, de jól fog menni ez a kocsi. Te srácok, ez most etalon autónk lesz. Jézusom, de jól fog menni. Azt a rohadt élet. Hoppá, kamera kicsit behűlt. Jó lesz ez. Jó lesz ez, srácok, isteni lesz. Na srácok, én már próbáltam ezzel menni egyet, ezen a verseny. Ez a pálya, nagyon nem erre a pályára való az autó. Ez nagyon nem ide való. Ilyen kis szűk, nagyon kanyargós. Nagyon jól megy a kocsi, iszonyatosan jól megy, de ez ilyen high speed. Versenyekre lesz jó, mert hogy egészen konkrétan... Jézusom, persze, hát... Hiszen konkrétan nem kanyarodik a kocsi, az a problémám vele. Tehát egyáltalán nem kanyarodik. Nézd meg, most... Nem tudom nektek megfogalmazni, nagyon nehéz megfogalmazni az irányítást általában ugye, hogy mi van, de... Tehát most... Nyilván ilyenkor tövig jobbra kormányzok, tehát hogy... Itt ki lehet engedni. Tehát nincs egy jó egyenes szakaszunk, ahol fel lehetne gyorsulni, ilyen ez a lényeg ennek a pályának. Az egyesbe visszaraktam, azt nem nagyon kellett volna. Ide a golf kéne. Szóval, hogyha nem tudunk itt valami eredményt hozni, valószínűleg a golffal visszajövök ide, mert ez botrányosan nem ide való az autó, tényleg. Ez jobban illene a sprintekhez, vagy nem tudom. Vagy legalábbis az összes körverseny ilyen, vagy ez kifejezetten, tényleg kifejezetten szűk. Ó, ezt mindig elfejtem, ezt a kanyart, ez ilyen nagyobb kanyar. Vagyis ilyen hosszabb, jobban ki lehet engedni. Mindig közel jutunk hozzájuk, de a kanyarokba... Nem. Tényleg nem az igazi. Olyan... Esküszöm, olyan érzés, mint hogyha egy első kerekes lenne az autó, vagy én nem is tudom, de egyszerűen nem tudok befordulni velük a kanyarokba. Fú, de nem ide való. Ja, és ez az a hosszan kiengedős. Tehát ilyen nincs egy pont, ahol fel tudnék gyorsulni faszára. Most kézifékezni nem akarok kanyarokba. Hát most meg tudjuk őket fogni, de hát már késő, nagyon késő, az a baj. Nem tudjuk őket megfogni. Itt esetleg egyet tudunk javítani. 5. helyre.
Mire megszokom a pályát, meg az autót ide. Itt végé tudunk javítani, negyedik helyet tudok hozni. Azt a mindenit, de nem való ide ez az autó. Fú, talán hosszú is. Nem tudom, nem tudom. Nagyon tetszik a kocsi. Hát 880-as, szóval enyém a legjobb autó értékelésben. Tehát motorilag tényleg nagyon brutál. Nagyon levertük volna őket a picsába. De... Rá kellett volna jobban éreznem az elejétől. Ez végére úgy meg lehet nagyjából azért, hogy kéne menni vele, de... és ott egy Lambó, srácok! Jó, hogy rámentem erre a körversenyes témára. Lambó Huracán, Huracán, ahogy tetszik. Utána egy póló fog nyílni. Nagyszerű. Nem tudom, mi hiányzott. Szóval sajnálom, hogy ez csak egy negyedik hely lett, nem is harmadik, negyedik hely. A videó végére értünk. Holnap délelőtt 10-kor folytatás. Jöhet az out! Ró! Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót. A leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey. Hey.